Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a te szerelmi jóslásod tőlem. Mit mutatnak a kártyák, ezt most megtekintjük ennél a felvételnél. Ha te egy hölgy vagy, akkor jelenleg itt vagy látható. És ez azt jelenti, hogy megvan ez az elképzelés, vagy megvan nálad ez a döntés, hogy szeretnél valamit tisztázni. Szeretnél vele beszélni. Itt vannak tervek, ötletek. De megjelenik a 9-es szám, és az olyan, mint egy kerítés, ahol úgy érzed, nem megy tovább, mert nem figyel oda a dolgokra, nem hallgat meg téged, vagy nálad vannak félelmek, bizonytalanságok, és nem tudod, hogyan dönts. Tégy egy lépést felé, vagy várj arra, hogy ő kezdeményezzen. Szimbolikusan ezen a képen ő látható. Itt a feje fölött ott vannak az érmék. Ezek utalhatnak az anyagiakra, vagy a munkára, a hivatásra, hogy nála most ez foglalkoztatja őt. Lehet, hogy lesznek nála munkahelyi változások, vagy rendeznie kell az anyagiakat. Itt ezek az érmék utalnak a belső értékekre is, és a képen a 6-os szám jelenti a múltat. Tehát nála vannak emlékek, visszagondol a múltra, lehet, hogy vannak még kapcsolatok a múltból, és amikor szerelemről van szó, akkor az érmék jelentik a belső értékeket. Tehát pontosan ezen gondolkozik el, hogy mi vagy ki értékes számára. Ő rád gondol, hiszen te megjelensz itt, mint egy királynő, és uralkodsz az arany érem felett. Te értékes vagy számára, hiszen elfoglalod itt a helyedet, ez a trón, te vagy itt a királynő, te uralkodsz, legyen meg ez a büszke tartásod. De azért hallgass a belső hangodra, hiszen kell ez a kiegyensúlyozottság, lehet, hogy felteszed a kérdést, tegyem vagy ne tegyem, és hallgass a belső hangodra, hiszen ez a kehely a tiéd, és utal a víz elemére, tehát utal az intuíciódra is. És ez, ami téged most elkísér, és így fogod a döntéseket hozni. Itt látható ez a ház, és ez a nagy vár. Tehát megnagyobbítasz valamit. Ez utalhat a munkádra is, hogy sikereid lesznek, ha megvan ez a belső kiegyensúlyozottság, és akkor a kehely utalhat egy kreatív tevékenységre, vagy egy spirituális területre is. De ami a szerelmet illeti, légy büszke, mint egy királynő, ez a vár a tiéd, uralkodhatsz a helyzeten, és itt vannak érzelmek, hiszen a kehely utal a víz elemére, az jelenti az érzelmeket, és itt látható a szerencse a szerelmi élet területén, hiszen itt látható ez a szerelmes pár. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera